megérkeztünk a betlentéri zsinagógába, hogy megbeszéljük Deutsch Péter rabbival, hogy miről is szól a Bemidbar heti szakasz. Tartsanak velünk! Ezen a héten nem máshonnét, hanem a betlentéri körzetből a betlentér rabbinak, a rabbi fiával fogjuk fölvenni. És akkor nézzük, mi is a heti szakasz, rabbi úr. A heti szakasz a negyedik könyvét kezdjük el olvasni a Mózes 5 könyvéből, amit itt láthattok. Ennek az a neve, hogy Bamidbar. És ha kíváncsiak vagytok, fel is olvasom. Hát akkor lejnoljunk egy kicsit. Lejnolok belőle az első mondatot, amiről tulajdonképpen De mielőtt elkezdünk lejnolni, mi is az a lejnolás, hisz nézőink nem tudják. A lejnolás ugye az a Tórának a felolvasását jelenti. Ezt nem tudja mindenki, ezt nem azt jelenti, hogy én vagyok különleges, vagy bárki, de ugye ez itt pontozatlanul van írva. Szóval megtalálható ugye itt a Humás, ugye ez is a Mózes 5 könyve, csak ez pontozva van kiírva, eznek pontozatlanul, és a lejnolás, ennek van egy külön dallama, kell tudni a megállásokat, hogy hol vannak, hiszen itt nincsenek benne pontok, nincsenek benne jelek. És ez a lejnolás, ezt általában vagy egy kántor, vagy egy rabbi szokta végezni. És akkor most egyik tanítványod, ő fogja a Hümessel kísérni, hogy jól olvasol-e, hogy a rabbi, Deutsch Péter, ifjú rabbi jól olvasa, és akkor kezdjük a lejnolást, kezdjük a heti szakasszal. Ha hibázok, akkor nyugodtan javíts ki, hiszen mindenki hibázhat. Vajda véredajna, jel Moseb, mit bárszi nájbe, o jel Moed, Bechadra, hodes hase níva, saná hase ní, löci támő erec, mit ráim le mor, szeú. Et roskolladát, bené Iszrael, öm is pechotáhám, lövéte votáhám, bem is persé mód, kolzahár, legulgolotáhám. És akkor tulajdonképpen ilyenkor, akik itt vannak a Tóránál, a végén a cicesszel megcsokolják, becsukják a Tórát, elmondják a brahát, akkor csukjuk most be, és akkor le is szokták takarni. És akkor le is takarjuk, rendesen a Tórának a ruhájával letakarjuk, és akkor halljuk egyszer hibátlanul az áldást, hogy is kell elmondani, lehet puskázni. Jó, akkor én elmondom Áskenáz úr, hiszen ebbe a zsinagógába az Áskenáz hagyománya, vagy ez a szokás, hogy itt Áskenázot szoktuk általában elmondani, de lehet... Akkor viszont legyünk rendhagyóak, halljuk először az Áskenáz ritus szerint, és utána a Szfaradi ritus szerint, tessék. Jó. Borhu és Adajnaj Háme Vajroch, Borucha Adonai Ham Vayroch Leolam Voed, Borucha Tu Adonai Eloheinu Melech Olam, Asher Bochar Bonu Mikol Ha'amim, Venosalonu Esther Osai, Borucha Tu Adonai Noisen Hatayero. Nagyon jó, és akkor halljuk a szfaradi kiejtéssel. A szfaradi kiejtés, ugye ez attól függ, hogy embert, hogy a bármicvó tanítványt hogyan szoktuk tanítani, van aki azt kér, hogy áskenázó, van aki azt kér, hogy szfaradul, akkor megmutatom, hogy ez hogy van a modern héberrel. Baruch et Adonai Hamevorach, Baruch Adonai Hamevorach, Leolam Vaed, Baruch at Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu, Mikol Ha'amim, Venatan Lanu, Et Torato, Baruch at Adonai, Noten HaTorah. Nagyon jó, akkor most hagyjuk itt a Tórát, még ne öltöztessük föl, vegyük elő a Humest, és akkor azt, amit lejnoltunk a Tórából, mai magyar nyelven térjünk rá vissza, hogy nézőink is élvezhessék, hogy a héten nem mentek zsinagógába, ugyan műsorunk nem ehelyett van, de ha mentek volna, illetve kedvet kapjanak, hogy a jövő héten jöjjenek, akkor nézzük a heti szakaszt magyarul. Halljunk egy aktualizált heti szakasz magyarázatot. Jó, szóval nagyon lerövidítve, ugye itt egy népszámlálásról van szó. A Bamidbart is, ezt a könyvet úgy szoktuk fordítani magyarul, hogy ez a népszámlálás könyve, hiszen mi történik itt? Ugye a zsidó népnek minden egyes tagja egy cetlire felírta a nevét, azt odaadta Mózesnek, Áronnak, avagy egy fejedelmi tagjának, vagyis egy bizottságnak, és ezeket a cédulákat ők összeszámolták. Na most felteted a kérdés, ugye, hogy ennek mi értelme volt, ennek mi volt a célja.
Ugye a célja az volt, hogy tudják azt, hogy kik azok az emberek, akik a háborúba, majd ami bekövetkezik, hogy kik mehetnek harcolni az országnak a elfoglalásáért. Beszéltük arról, hogy egy rási magyarázatot mondjak neked, és... Hogy mondja ezt a Rási, és mit mond erről a népszámlálása kapcsolatban? Rási azt mondja, hogy az örökkévaló nagyon szerette a zsidó népet, és azért található az a ebeti szakaszban, és többször is a Tórában, hogy többször van erről a népszámlálásról szó. Azért az örökkévaló nagyon szerette a zsidó népet, és ugye itt azt lehet magyarázni, azt lehet mondani, hogy az ember van, amit nagyon szeret, vagy nagyon becsüli, azt szereti megszámolni, gondolj itt a kedves összegazó például a pénzre, ugye, hogyha szereted megszámolni, vagy van, aki még becsül is a pénzt, az ember azt szereti megszámolni. És itt is az örökkévaló nagyon szerette a zsidó népet, és ezért van az, hogy többször van... Nem csak simán szerette, hisz ki is választotta. Ki is választotta ugye a népet. De ez nem olyan egyszerű. Szóval itt most van egy népszámlálásos szó, de a Szentírásban ez többször, vagy egy esetet inkább kiemelnék, ugye, hogy a Szentírás nem minden esetben szereti ezt a számlálást. Sőt, van, ahol szigorúan tiltja. Szigorúan tiltja, és gondoljuk ugye Dávid királynak a történetére, hiszen Dávid király idejében is volt egy eset, amikor történt egy népszámlálás, és ott a Jóisten utána az Izrael területén egy nagyon komoly ugye, betegség lett, és nagyon sokan meghaltak. Miért? Mi történt? De most, amit itt láthatjuk, itt ennek egy szent célja volt, ugye, hogy az örökkévaló megszámláltatta a zsidó népet, és Dávid király idején, ugye a két magyarázat van, hogy miért történt ez a betegség, ugye az egyik oka az, hogy ő nem csak a 20 éven felülieket számláltatta meg, hanem a 13 éves korú gyerekeket is, ugye akik nem mentek volna egy harcba, vagy egy háborúba, illetve ugye mivel nem szent céllal történt ez a számlálás, hanem azért, mert Dávid király azt akarta tudni, hogy hány ember, vagy mennyi ember felett uralkodik. Hány alattvalója van. De amit te mondtál, ugye, hogy mi zsidók valóban nem szeretünk számolni, ugye ez azt is bizonyítja, hogy egy zsinagógában, ugye, ahol itt vagyunk, nem szokás számolni az embereket. Szóval... Mondjuk lehet azt mondani, hogy vagy három minnyennyien vagyunk. Így van. Vagy ugye van egy mondat, egy több mondat van, de hát vagy egy bibliai, vagy egy imakönyvből egy verssel, vagy egy imával szóltó megszámoló. Itt nálunk bár nincsen, hál' Istennek szüksége erre nálunk, mert nincsenek minden gondjaink. Akkor álljunk meg egy pillanatra, mi is az, amilyen hisznézőink nem pontosan tudják. Így van, ez egy jó kérdés. Ugye minnyen az, ugye egy 10 zsidó emberrel tudjuk elkezdeni. Ezt fogalmazzuk úgy magyarul, hogy 10 zsidó férfivel, akik már Ábrahám szövetségének tagjai. Így van, így van. El lehet kezdeni imádkozni, de vannak olyan imák, amiket nem mondhatunk, ugye például, mint a Kádis ima, csak minyennel, és ugye úgy szokták csinálni, ugye, ha sió észre mecho uvarékezom szecho orimenászi átho hajlom, és ha mindenkire jut egy ilyen szó, akkor tudjuk azt, hogy megvan a minyen, vagy ugye még egy példát, hogy hadd említsek meg neked, meg a kedves nézőknek, ugye aki esetleg beszélget egy zsidó vallásos emberekkel, nagyszülőkkel, dédnagyszülőkkel, sose szoktak azzal kérkedni, hogy hány unokája, vagy hány dédunokája van, azt szokták mondani, ugye, hogy Burich Hashem, vagy Baruch Hashem, yes, hála Istennek. Hál' Istennek van. De a lényeg, és ami nekem az üzenet, és talán a nézőknek is, és mindenkinek üzenete lehet, hogy és a népszámlálásnál a Tórában ugye le van írva egy másik helyen, ugye, hogy minden ember egy. Szóval mindenki ugye a nevét is felírta, csak a nevét írta. Nem volt ugye az, hogy ez doktor vagy ügyvéd, minden ember egyenlő. És itt a közösség rabbija, az apum szokta mondani, hogy nem elég, hogyha egy zsinagógának van egy kántora, vagy van egy rabbija, mindenki kell. Mert minden ember egyenlő. Mert
velük van minyán. Legyen az rabbi, kántor, elnök, vagy ügyvezető igazgató, vagy akár egy utcaseprő, vagy akár egy utcaseprő, mindenki egy. Grosz Andor, szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt mindenkinek! Üdvözlöm a kedves nézőket, Breuer Péter vagyok, és az a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Professzor úr, önt vasárnap megválasztották a Mazsi Hisz új elnökének. Először is mindenek előtt gratulálunk. Köszönöm szépen. Nehéz, nem egyszerű feladat. Ugye, igen, ember próbáló. Ember próbál, tudja, hogyha egy zsidó, egy vélemény. Ha már hárman vannak, akkor már van öt vélemény. Engedje meg, hogy bemutassam a nézőknek. Tudjuk azt, hogy orvos, de beszéljen önmagáról. Gyermekei száma, és hol kezdte tulajdonképpen, és persze arról se feledkezzen el, hogy Kecskeméten már szinte 30 esztendeje elnök. Igen. Hallgatjuk. Igen. Győrbe születtem 71 évvel ezelőtt egy hagyománytisztelő zsidó családban. Ketten voltunk gyerekek a szüleimnek, van egy húgom, mind a mai napig szeretetben élünk. Ezen kívül családot alapítottam kétszer, ebből a két családalapításból két nagyon sikeres, nagyon szép lányom született, akikkel én nagy összhangba és boldogságba élek. Hogy lesz ideje erre a nagy feladatra, hiszen azért még gyakorló orvos is, és mondjuk el azt is, hogy milyen orvos és mi mindennel foglalkozik. Igen. Összetett a hivatásom, orvos vagyok, de azon belül azért mondom összetett, mert három szakvizsgám van, repülőorvostanból, személyzetből, és foglalkozásorvostanból, ha lehet azt mondani, mindig azt szoktam mondani, az alapszakmám a személyzet, erre a hab, a szépség a személyzet mellett, a repülőorvostan. Ezt csináltam párhuzamosan egymás mellett, gyakorlatilag munkás életem tejébe. Nagyon szép pályát futottam be, sikerült egy tanszéket alapítani a Szegedi Tudományi Egyetemen. Ez Európában összesen háromban, Londonban, Szentpéterváron és Szegeden, ami nekem nagy büszkeségem, igaz, hogy már nem én vezetem, de még mindig dolgozom ott. Ezen kívül, mint személyzként dolgozom a Magyar Honvédség, ez mindez idáig tartozó, most már a Honvéd Kórházban, most már a Délpesti Centrum, illetve Északpesti Centrum Kórháznak hívják, de a lényeg nem változott. Személyzként dolgozom, igaz, hogy nem sokat, csak nem akarok a szakmától elszakadni. Természetesen mindez befolyásolja az időmet, aminek nagy részét, legnagyobb részét a Mazsi Hisznek, illetve a családomnak kívánom ezután is szentelni. Természetesen információink szerint az Amerikai Úti Szeretett Kórházba is rendel. Igen, mindez idáig, de mivel összeférhetetlen a Mazsi Hisz elnöki pozíció azzal, hogy a Mazsi Hisz alkalmazottként is dolgozzak, így sajnos azt vissza kell adnom. És akkor mi lesz a betegekkel? Polgármesterek maradhatnak azok is, akik orvosok, hisz kevés orvos van. Igen. Különbséget lehetne tenni. Nálunk ez így működik a Mazsi Hisznél. Én úgy gondolom, hogy ha szükség lesz rám a kórházba, akkor mindig állok rendelkezésre. Aztán, hogyha közbülső megoldást tudunk találni a vezetéssel, kunos ügyvezető igazgatóról, akkor megtartom, hanem akkor pedig tiszteletbe tartom a házszabályt. Kevés olyan dolog történik Magyarországon, amiben mindenki egyetért, de ilyen a Páva utcai HDK, múzeum és kutatóközpont. Ezt úgy az ellenzék, mint a kormánypárt egyik kitalálta, másik megcsinálta, megnyitóján mindenki ott volt, és mindenki számára fontos. Évek óta ennek az alapítványnak ön a kuratóriumának az elnöke. Hogy lesz ideje erre? Gondolom, ezt nem akarja föladni, elengedni. Hát egyelőre semmiképpen. Én úgy gondolom, hogy a zsidóság, a neológ zsidóságnak a
az egyháza, a szervezete a mazsihisz, de a zsidósághoz tartozik, annak ellenére, hogy nem csak a zsidósággal foglalkozik, hisz tudjuk, hogy a holokauszt érintett a roma közösséget is, másokat is érintett. Mindenképpen szeretném, és 7-8 éven van bent az életemből, ami nekem nagy megtiszteltetés volt akkor is, most is. Említette szerkesztő úr, hogy valamikor egyik kormány elkezdte, a másik kormány idején befejeződött, de én úgy gondolom, hogy ez egy állami intézmény, amelyet a mindenkori magyar kormány tart fenn, és én úgy gondolom, hogy mindig a korrekt kapcsolat jellemezte és jellemzi az alapítvány, a közalapítvány és a fönntartónak a viszonyát. Ezt én nekem 7 év alatt sikerült a kuratóriumommal együtt, amely nagy tisztelettel övezett emberekből áll, megtartani, és úgy gondolom, hogy ma van egy olyan kiváló ügyvezető igazgatója Zim András személyében, aki biztosíték arra, hogy ha nem vagyok ott, mert eddig sem voltam minden nap, minden percében ott, akkor is az ottani munka az folyamatos, és a kuratórium által megszabottak szerint folyik. Én erre az intézmény nagyon büszke vagyok, sok ilyen-olyan kritika érte ezt az intézményt, sokszor igazságtalanul kiváló szakemberek vannak, most már hál' Istennek nagyon sok a kezdetekhez képest sok történész, művészettörténész és egyéb szakember, akik nagyon összehangoltan és jól dolgoznak. A finanszírozása megoldott ennek az intézménynek, a mindenkori kormány támogatja, igaz, hogy a büdzsének megfelelő mértékben, a lehetőségeknek megfelelő mértékben, de működik jól az intézmény, ezt mutatják a különböző konferenciák is. Elnök úr, engedjen meg, hogy miután az időnk rövid, beszéljünk a mazsihiszről. Ön Kecskeméten elnök közel 30 esztendeje, tehát ezelőtt is a mazsihisz vezetőségében benne volt. Mik lesznek az azonnali változások, mondjuk egy vidéki vezető megérkezik és a fővárosba fogja tulajdonképpen ezt az ernyő szervezetet vezetni? Ez nagy segítség lesz, hogy nem új jönnek a szervezet. Igen, ahogy szerkesztő úr mondta, több mint 30 éve vagyok a Kecskeméti Hitközség elnöke. Vidéki zsidóként pontosan tudom a vidéki zsidóság problémáit, és azt, hogy nem könnyű megélni napjainkban vidéken, főleg a holokauszt következtében a létszám hiányt és egyéb problémákat is úgy élni zsidóként vidéken. Ezt a problémát tudom. Ugyanakkor ismerem a mazsihisznek a problémáit és a pesti zsidóság problémáit, hisz 32 éve vagyok a mazsihisz közgyűlésének, köztestületének tagja, úgyhogy mind a pozitív, mind a negatívumokat ismerem. Az intézményrendszer szerkezetét is ismerem, úgyhogy ez biztos, hogy könnyebbséget ad. A most meglévő pozitívumok mellett nyilván vannak problémák, komoly problémák vannak. A nyugalmat és a békét kell közösen megteremtenünk, mert ennélkül nem tudunk tovább lépni, ennélkül nem tudunk építkezni. Hát mindenekután a Kecskeméti repülőkórházban is ott van, még pontosan tudja, hogy sok ember nyelvén kell beszélni és egységet kell teremteni, különben a gép nem fog tudni szállni. Gondolom, ugyanez vonatkozik a zsidó szervezetekre, egy kicsit össze kéne, hogy kovácsolódjanak. Van-e valami grandiózus új terve, vagy először is szeretné, hogy megnyugodjanak a kedélyek? Hát az első lépésként nem a világot szeretném megváltani, az egyedül úgy sem megy, meg nem sok embernek sikerült eddig. Azt szeretném, hogyha nyugvópontra kerülnének viták, elindulnának a problémák, mind humán problémák, mind interpersonális problémák nullpontra kerülnének, vagy legalábbis közelednének a probléma megoldáshoz, a közös probléma megoldáshoz. Ezt követően, és erre éveink nincsenek, hónapjaink, sok hónapunk sincsen. Néhány hónap van, egy-két hónap, hogy megoldjuk ezt a problémát, hogy hozzá tudjunk ahhoz annak a programnak a megvalósításához kezdeni, amelyet én meghirdettem tegnap, illetve járva a kampány idején
nem is mondanám kampánynak, hanem a választásokra való felkészülés idején végigjártam majdnem az összes vidéki hitközséget, beszéltem a hitközségi elnökökkel, Pesten mindenhol voltam. Még jobban megismertem a problémákat. Meg kell oldani azt, hogy nagyobb gondot fordítsunk a vidéki zsidóság problémáira, hogy az ifjúságot jobban be tudjuk vonzani, jobban meg tudjuk szólítani, és az, hogy egy megfelelő kapcsolat alakuljon ki a társadalom minél szélesebb szegmensével, illetve nagyon fontos egy korrekt kapcsolat a kormánnyal. Értem, várható, hogy a gazdasági válság ellenére lesznek azonnali dolgok, amivel a kormánnyal együtt tud működni. Gondolok az egyetem problémáira, elhelyezésére, épület problémákra, és így tovább. Így van. Én szeretnék egy mondatot, mielőtt válaszolnék a feltett kérdésre, mondani, hogy én a mindenkori kormánnyal szeretném a korrekt, tisztességes kapcsolatot, ez egy egymás kölcsönös tiszteletén alapuló kapcsolatot, és minden olyan szervezettel, aki hozzánk tisztelettel fordul, mi is meg fogjuk adni ezt a tiszteletet, és ahogy idáig megadtuk mindenkinek. Ez a kiinduló pont. Vasárnap választották meg, hétfőn kora reggel itt van nálunk az interjúval. Ezt az interjút természetesen a pénteki Halljad Izraelben is részben használni fogjuk. A kérdésem, hogy átadás átvételre mikor kerül sor? Én úgy gondolom, hogy ezen a héten megtörténhet az átadás átvétel. Ha elég lesz az idő, hanem akkor nyilvánvaló, hogy korrektül át fogja adni nekem, ahogy ígérte Heizer András elnök úr a feladatokat, és én nyitott gondolatokkal, nyitott szívvel fogom a feladatokat átvenni. Bízom benne, hogy mielőbb újra meglátogatja a stúdiónkat. Alexander Fischel. Boker tov. Boker tov. Borchim habayim. Merci beaucoup. Alexander Fischl Ukrajnába született, és Ukrajnából menekült családjával együtt Magyarországon keresztül. A Máti Sertnolát be Ukrajna, ve im kolam ispaha, tisá be jahadim auto echad nasatem tahanat be naim Ungária, vele Czarfát. Máma se kaet be Ungária, lézem a taráigát. Azt kérdeztem Alexandrától, hogy mi járatban itt a magyar fővárosban? Igati lepo, ki ani ovedet etzel ISGF, korim ze European Jewish Cemetery Initiative, ze a misrad sheu ose et nikayon ve et avoda lishmor et betei kvarot atikot. Egy konferenciára érkeztem, egy olyan európai szervezetben dolgozom, amelyik őségi zsidó temetőket tart karban, olyan temetőket, ahol már nincsenek zsidók, hogy ők kezeljék a temetőiket. De mahar ehye a kenes a gdola bishvil kol a Europa ala lishmor et a betei kvarot atikot. Holnap kezdődik a konferenciánk, és a konferencia témája, hogy megőrizni ezeket az európai ősrégi zsidó temetőket. Hát be egyszer mit a szeket im hafalát bateak varot, o ha hinuch se la talmidén. A organizácia seli em a szú gamet a kirot begvúl a beték varot, vég ani a szeket im a hinuch. És Alexander arra a kérdésre, hogy ő mivel foglalkozik, világosan elmondja, hogy először is ezeknek a temetőknek meg kell a határait építeni, azokkal a mérnökök foglalkoznak. Ő egy sokkal érdekesebb, de nagyon fontos részével a gyerekek, az oktatás területén foglalkozik, elmagyarázni a diákoknak, akik önkénteskednek, hogy mik is ezek a temetők, miért nincsenek azok, akik ezt karbantartják, és egyáltalán mik ezek a zsidó szokások.
בזה התעסקת גם באוקראינה, שגרתם באוקראינה? כן, כן, והכי חשוב שאנחנו עובדים לא רק לחינוך ליהודים, אנחנו עובדים לחינוך לאנשים שגרו על יד בתי קברות, אבל הם לא יהודים בכלל. ועשינו הרבה פרוגרם בשבילהם, וגם בהונגריה. Alexandra elmagyarázta most az előző percekben, hogy nem csak zsidó fiatalokat oktatnak, hanem olyan fiatalokat, akik a temetők környékén laknak. Nem csak egész Európában, hanem beleértve Magyarországon is, és Ukrajnában is ezzel foglalkozott. Pámna Mátba Universita Ivrit be Jerusalem. Igen, de a lifne erbesenim, lemadati sham et a... Évekkel ezelőtt a Jeruzsálemi Héber Egyetemen is tanult. Lemadati sham arbe dvarim, aval ktsat ivrit, ve ktsat historia yudim, ve tarbut. Természetesen először is ott héberül tanultam, és a zsidó történelemmel foglalkoztam, bár ez én sákt be Universita be Moszkva. Igen. סיימתי שם ועשיתי אחר כך את ה-PhD אצל שימון יקירסון, פרופסור שימון יקירסון. Természetesen a tanulmányomat egy PhD-vel a Moszkvai Egyetemen folytattam. ותדברי קצת על הילדים ואיך ברחתם, איך זה התחיל לברוח מאוקראינה. פתאום היה סירנה, באו, התחילה מלחמה, איך זה קרה? Azt kérdeztem Alexandráról, hogy beszéljen egy kicsit a menekülésükről Ukrajnába, hogy kezdődött? Bebokér? Egy szép reggelen. Februári. Egy februári reggelen. Ze aya mishu mehaverim shelanu hu itkashart. Veomar she... Egy barátunk telefonált, Milchama? Hogy ébredjetek föl, háború van. ואנחנו באו לחברים שלנו שגרו באזור יהודי, קוראים זה אנה טפקה. אנה טפקה, הוא ימריקז, פידלר אנדרופבול, אנה טפקה. נא, אנה טפקה, יוטה טלפון, יש הבורעתוק. וזה היה מקום שאנחנו נשארו שם בשבת, כי המלחמה... עוד פורטונג סומבטון. התחילה לפני שבת, אז לא ידענו מה לעשות. חברו, השבת ביובת האלו התקזדודות. ואחרי השבת אנחנו באו 9 אנשים באותו אוטו, אבל זה היה לא רק מכונית שלנו, זה היה כמה מכוניות. יש אקור אית קומבוי, סרויין, הבורעתוק אוספוקטונק, המי אוטונק בקילנצם וולטונק, אז אגש צ'ולד. ובאו למולדובה. יש מולדובה פלי וטוק אז אוטונקה. זה לא היה דרך פשוט. אז נם וולט אית סרוי. זה היה סירנה וכמה פעמים ו... légiriadók voltak, szirénáztak. וזה היה דרך ארוכה, כי מקייב עד הגבול למולדובה זה היה... ez egy hosszú út volt, hisz Kijevtől a Moldov határig. יותר מ-10 שעות. Ez egy 10 órás autóút volt. בלי תחנה. Mindenféle megállások nélkül. אנחנו צריכים למהר. Hisz gyorsan kellett, hogy ומעשיתם במולדובה? הקהילה, הם הלכו לקישינב ואחר כך לישראל. Többen קישינבה מנתק, יש עונית ישראל. ואנחנו נשארו בבלץ, ומשם הלכו לרומניה, ואחר כך... מבלץ ומנתונק, יש בלץ ברומניה, ויש רומניה בול מגרורסגה. כן, וברומניה זה היה מטוסים. És Romániából már repülőre lehetett szállni. Ehigáltam mi Románia le Ungária, Betiszár. Anachnu ayu mechapszim et a makom, sheifshar lashir sham. Veze lo haya pashut, ki haya arbe anashim shebao meukraina, veitkasharti lekeila yehudin. Igen, tömegesen menekültek az emberek, és akkor fölhívtam a zsidó közösséget. És akkor kérdeztem, hogy talán valaki föl tud ajánlani egy helyet, ahol megszállhatom. Magyarországra megérkeztem a gyerekeimmel,
A kislányom éppen 3 hónapos volt, és a férjemmel. Ott kam a jeladim. És még a nagyobbakkal. Az be Ungária, az Kéla, Achla. És itt Magyarországon egy szenzációs közösséggel találkoztunk, akik befogadtak, és a mai napig Epsállagicsi Ádájom a Temjedi Dimló. Ken, Andrea. És természetesen Andreával és Leával és a többiekkel a mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Mert nagy szívük van. Vászik láttam se a temnoszim lecerfát. Ki báli. És akkor úgy döntöttek, hogy tovább mennek Franciaországba, mert a férje... Ukrajna szerte híres művész, festőművész. És egy olyan helyet kerestünk neki, ahol ő érvényesülni tud, és el tudja tartani a családot. És a francia kulturális minisztérium azt mondta, hogy természetesen megadjuk a lehetőségeket neki. Vátim sákt beótó makom lávod. Báirgún. Ken, veni, akszáv ovedet, se avadati lifnei. Ki baolama, akszáv lávod mekola makom baolam. És Alexandra mindegy nomád intellektuel, kompjúteren keresztül is, most is ugyanannak a hivatalnak dolgozik, ahol Kijevbe dolgozott. Ez a Nemzetközi Temető Megmentő, Zsidó Temető Megmentő Egyesület. Bezmána Covid, anakno szó et a szfarim, arbe szfarim. És a Covid idején nagyon sok könyvet készítettünk az oktatás számára. Vegam echad bishvil Ungaria, veze ifshar lirod be szájt shelanu. Természetesen magyar temetőkről is készítettünk egy anyagot, és oktatási anyagot is, amit az interneten föl lehet leadni. Én li akshav be Ungaria, yesli be Ukrajinit, ani rotsa li... Igen, és akkor ez nem termék megjelenítés, így néz ki az Európai Unió által kiadott sírkőtípusok, amik megtalálhatók Kelet-Közép-Európában, ugyanez magyarul is megvan, ez a könyvecske most ukránul van. Ani haiti od mepat petit hamon, aval a shaon omer sheham esedakot shelanu uistayem vebidyuk aharenu magia hadashot. חדשות מאוד חשובות. תודה רבה להזמנה, זה היה נעים מאוד לדבר איתך. נויום קסריה מקיבשת, יש נויום פונטוש נקלט אותה, עוד יזקת אל מותת תאית. שמחים מאוד, ושעד בעזור תבואי תמיד, עכשיו עוד דקה. אז אל מולט סוג נגד אורבן, אלכסנדר פישלט, לטק יש חלוטק, ו החתרה הודיות. Idős, öreg temetőkkel, mondjuk úgy, hogy elhagyott temetőkkel foglalkozik. Igen, nem maradtak, akik kezeljék őket, úgyhogy az ő nemzetközi szervezetük megszervezi azt, hogy zsidók és nem zsidók ezeket az örökségeket megmentsék. Kedves nézőink! Múlt héten ígértük meg önöknek, hogy Oberlender Baruch rabbival, Vasvári Pál utcai zsinagóga rabbi, a Budapesti Ortodox rabbinátus vezetője, a Sávuotról fogunk beszélgetni, ami előbb vagy utóbb bekövetkezik, hiszen most már tényleg jövő hét csütörtök este köszönt be Sávuot ünnepe, és erről kéne egy kicsit beszélgessünk, ha lehetséges. Azon gondolkodtam ugye, hogy kicsit összekapcsolva a mostani heti szakasszal is, Mózes 4. könyvet kezdjük el, és Bemidbár sivatag, a pusztaságban, bocsánat, Szinál pusztaságában játszódik a mostani történet, és el kell jutni a tóraadásig. Mennyire fontos ez az egész történet mondjuk a nép és a néppé válás szempontjából?
A tóraadás? A tóraadás. És az a folyamat, amíg eljutunk a tóraadásig, mert hiszen ómert számlálunk, és ez is egy folyamatot jelent. Hát erre van a híres mondása a Rav Saadia Gaonnak, a babiloni nagy bölcs, körülbelül 1000 évvel ezelőtt azt mondta, a mi népünk csak úgy nép a tórával. A tórával. Vagyis itt a nép és a vallás az összefügg, összeér, és nem lehet elválasztani. Például, ha betérni akar valaki, nem tud betérni a népben, és zsidóval váljon, csak akar betér a vallásban. A vallásban akkor a zsidó vallás és a zsidó népnek a tagja. Szóval a kettőt nem lehet elválasztani, ezért eddigében a tóraadással jön létre a nép. Mennyire értem, tehát értem ezt a dolgot, hogy 5783-ban, a 21. században, a posztmodern korban ez a kérdés mennyire aktuális most, a nép és a vallás, ennek az összekapcsolódása, amikor azt látjuk, hogy a szekularizáció erősödik, akkor ennek fényében ezt a kérdést hogyan tudjuk értelmezni? Hát két külön dolog. Egyik az, hogy a szekularizáció az erősödik, és lényegében eltávolodnak a zsidóságból. Voltak próbák, hogy próbáljunk fenntartani egy zsidóság vallás nélkül, kultúrából, jiddis irodalomból és ilyesmivel. Ez nagyon nagy, bocsánat, hogy közben kérdezik, ez egy nagyon hiába való próbálkozás volt, mert azok számára, akik nem vallásos környezetből jöttek, azok számára lehet, hogy ez nyújtott egyfajta segítséget. Ez lényegében attól függ, hogy honnan, hova. Igen. Honnan, hova. Az ember, aki nem tud semmit, és olvas például egy Sholom Aleichem, ami le van fordítva a magyarra is, tud onnan meríteni elég sok zsidó fogalmat. Igazad van egy pár dolog, amit jobb, ha nem olvasna, de tud onnan zsidó fogalmakat is meríteni, és lehet, hogy a következő lépés az lesz, el fog menni a zsinagógában, kezdve veszi a imakönyvet. De az, aki a vallásban nőtt fel, ismeri a zsidóságot, nekik, ahogy eredetileg is, a Sholom Aleichem nem volt egy vallási író, kicsit azt lehet mondani, hogy vallás ellenes író volt. Ironikusan írta le ezeket a dolgokat. Igen. A Heged és a Ház ez ironikus volt, hogy jaj, hogy megy ott a házasság, és hogy megy ez, és hogy azért megy az. Azért annyit hadd tegyek hozzá az ő védelmében, hogy én nekem gyerekkorom egyik kedvenc olvasmánya volt, ugye Sholem Aleichem, Tóbiás a teljes ember című könyve. Nagyon szerettem, nagyon sokszor elolvastam, és amikor megnéztem először a musicalt, a film, Fiddler on the Roof című filmet, óriási különbözőségeket láttam. Milyen szempontból? Nagyon sok rész, ami szerepelt a könyv, maradtak ki részek. Jó, hát ez. És csak hogy én azért mondom ezt, hogy mert ugye én a filmet nagyon szórakoztatónak tartom, nagyon nem kedvelem. Nagyon nem kedvelem. Mi az, ami fáj neked? Nem fáj, ez ilyen skanzen, ilyen kirakat jellege van, amiből nagyon sok dolog nem igaz. És olyan mutatunk egy ilyesfajta képet a világnak. Nekem, tehát nagyon sok szempontból van olyan, amit én nem tartok igaznak. Megint, van először te már nem nőttél fel a Stettelben. Nem, ami azt jelenti, igaz. Te Budapesten nőttél fel. Abszolút, urbánus környezetben. És már előző rendszerben, teljesen másban. Régen a zsidóság ezért természetes volt, és ott a falvakban ilyen munkás emberek, akik kint dolgoztak a mezőn, vagy még kevésen, és a vallás az nekik természetes volt. Aztán jött ez a fajta
felvilágosodás, vagy szekularáció, amit eltávolodtak a zsidóságból, ezek mind valódi dolgok. Mondom, aki felnőtt, ismeri a valódi zsidóságot, és helyettesíteni akarja Sholom Aleichemet, az egy darabig jó nosztalgiának, és utána nem marad belőle sok. Aki nem ismeri a zsidóságot, akkor minden, ugye? Az ember, aki fulladik, akkor minden dolog az egy kis segítség lehet neki. Szóval ezért a zsidó kultúra, ez nem vallás ellen, ez nem ellentmond a vallásnak. Akár lehet egy lépés a vallás felé, igen. Csak nem szabad megállni. Nem szabad megállni, hogy én megtaláltam a zsidóságot, mert tudok olvasni zsidó témájú könyvet. Ha ez akar, jó, ha ez vezet továbbra. A célhoz, hogy megismerni a valódi zsidóságot. Aztán van még egy szempont itt, attól függ, melyik nemzedék. Egy nemzedék, aki még látta otthon, vagy látta legalább a nagyszülők, akkor még valamit mond nekik. Egy olyan nemzedék, aki már a nagyszülőknál se látott semmit, akkor megint... Értettem. Azért is jó, amiről most beszélgetünk, meg ez az egész folyamat, mert ugye most megnézzük magát a túradás történetét is, hogy ott voltak Izrael gyermekei a túradás előtti pillanatokat nézzük, azért azt tudjuk, olvassuk, láttak már, tehát ők láttak csodákat, amiket az örökkévaló tett. De nyilvánvaló, hogy nem biztos, hogy még mindenkiben megvolt az a teljes bizonyosság, és el kell jutni odáig, hogy azt mondják Izrael gyermekei, megcselekedjük és meghallgatjuk. Tehát ezt a folyamat... Az nem. Hát a tóraadásnál most jöttek ki Egyiptomban. Én értem, csak hogy 50 napja, nincsen 50 még napja, meg szerintem. 50 még mínusz 7, akkor 43 napja ketté vált a víz, 50 napja volt a tizedik csapás. Mindenkinél nagyon-nagyon élt még bennük a csodákat. Sőt, van egy nagyon szép magyarázata az Alter Rebbe-nek, Rabbi Shneur Zalmannek, Első Chabad Rebbe-nek. A Talmud azt mondja, hogy az Isten rákényszerítette a Tórát a zsidókra. Ugye felemelte a hegyet, és azt mondta, ha átvettek a Tórát, az jó, ha nem, akkor... Rátok teszem. Leteszem. És azt mondja, rá kényszeríteni a Tórát. Tehát a zsidók lelkesen vállaltak a Tórát, nászeven is, ma cselekedjük, és miért kellett rá kényszeríteni? Erre azt mondja, hogy ebben a kényszeríteni lehet más szempont, más oldalról is. Ez egy kényszer volt. Olyan csodák után azt mondja, az Isten akartak a Tórát, ez teljesen természetes. Hát, ha látták, hogy az Isten mire képes, és mit tett értük, ez a kényszer. Mondja a Talmud tovább, hol volt, amikor rendeződött ez, és a kényszer elmúlt, Hámán és Ahasvérős idejében. És erre azt mondja az Alter Rebbe, igen, mert akkor nem voltak csodák, akkor bajban voltak, akkor igazán nekik kellett vállalni. Ezért túraadáskor az eufória volt, hát most láttak ezeket a csodákat. Az egész tóraadásnak a lényeg az, hogy nem csak csodák mellett vállalni a zsidóságot, hanem még akár nehéz helyzetben és a legrosszabb helyzetekben. Úgy, ahogy ismerek azokat a történetek, akik Auschwitzban ünnepeltek a Pesachot, a szabadulás ünnepét. Igen. Szóval ez jelenti így átvenni a tórát minden körülménynek között. Akkor még nagyon éltek. És az a különleges a tórában, hogy Ez egy élő, azt mondja, ez nem úgy, hogy van egy 3000 éves törvény, és valahogy ilyen nem kapcsolódik, nem beszél a mai helyzetről, nincs vélemény, de valahogy próbálunk valami erőszakkal ezt összekapcsolni. A Tóra az olyan zseniálisan építette fel az Isten, hogy minden helyzetre vissza lehet menni a Tórához, és meríteni onnan, útmutatás, legyen az polgári időszámítás előtt 1000-el,
vagy polgári időszámítás után, 21. században. Ugye Sávoltkor az a szokás, első este, vagyis elő estét szoktak ezt mondani, csütörtökön este, akkor tanulunk egész éjjel. Egész éjjel, A zsidók akkor elaludtak, mi tanulunk, zárójelben mondom, sokszor... Mentegetjük őket, elbúgiskoltak. Nem, azt mondja, hogy elaludtad. De mondom, de az a lényeg, hogy tanulok egész éjjel, hazamegy az ember, megint elkésik, és későn jön az imára. De ezt hagyjuk. És akkor mindenféle előadásokat szoktunk szervezni. Én arról a témáról fogok beszélni, a mesterséges intelligencia és a halacha. Mit mond a halacha erről? Sőt, precedenseket a mesterséges intelligencia a halachában. Ezt össze fogom kapcsolni a gólemmal, mert a gólem ez bizonyos mesterséges intelligencia. Ez jó hasonlót, ezt nem is hallottam még. Erről fogok tartani, de nagyon ilyen átfogó. De mi ebben a lényeg? A lényeg az, hogy 21. század, egy új dolog, egy mesterséges intelligencia, ami hihetetlen, és visszamegyek a halachához, és találni fogok a több szempontot, több irányt megközelíteni a dolgot. Sajnos ugye ez Jamtevkor lesz, ünnep lesz, ezért ez nem fog kerülni YouTube-ra, vagy ilyesmi, hanem aki jelen lesz a zsinagógában, ugye 7:30-kor kezdünk, és mit tudom, 8-tól egy órán keresztül akkor ez lesz a téma, de mondom, nagyon-nagyon izgalmas, és a dolog lényeg, a Tóra soha nem évül el, friss, fiatal marad. Azért is fontos ugye ez a Tóra adás, meg maga a Tóra is, mert ugye azt már beszéltük, hogy itten egy néppé, majd nemzetté válás folyamata zajlik éppen. Kiszabadultak Izrael gyermekei Egyiptomból, a szolgaság véget ért, beköszöntött a szabadság időszaka. De addig, amíg ez a népség, népség marad egészen addig, amíg először is nem kapja meg azt a, vagy nem rendelkezik azzal az alaptörvénnyel, alkotmánnyal, törvénykönyvvel, polgári büntető, stb. Törvénykönyvvel, ami segíti az ő mindennapjait, addig népség. Onnantól kezdve elindul a nemzeti válás útján, és befejeződik minden nemzeti válás akkor, amikor elfoglalja, amikor a honfoglalás megtörténik. Mennyire jó ez az alkotmány, alaptörvény és polgári büntető törvénykönyv hasonlat? Mennyire állja meg a helyét? Az biztos, hogy a halacha az lényegében a mi alkotmányunk, abban a szempontból, hogy nem legitim, ha olyasmit mondok, ami nem felel meg a halachának. Ugye bárki, egy zsidó vezető, aki mond olyasmit, és nem a halacha alapján, akkor az nem zsidóság. Az egy magán vélemény, sőt, őt kívülre helyezte magát ebből az egész rendszerből. Szóval a halacha az mindenképpen ilyen alkotmány jellege, nem lehet felülbírálni, vagy ilyesmi. Ugyanakkor van az olyan alapelvek, amiből mindig lehet meríteni az újabb és újabb helyzetekre. És ugye szó volt a tanulásról, ami ugye se volt első estén szokott megtörténni. Ilyenkor egyébként általában tényleg egész éjjel, vagy pedig van úgy, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy 3-4 óra körül adjunk magunknak azért legalább egy órát arra, hogy pihenjünk, vagy egész éjjel zajlik ez, és hogyan? Mindenki, vannak, akik jelentkeznek, hogy én tartok egy 10-15 perces előadást erről meg erről a témáról, és utána azt egy kicsit jobban kitárgyalja a közönség? Igen, most először vannak olyanok, akik tényleg azt csinálnak, tanulnak reggelig, de reggel az most nagyon karán, 4 óra után valamikor, és akkor mit tudom én, 5 órakor imádkoznak, és ima befejezik az imát, 6:30, akkor kidús, és teljes ételek, mennek aludni egy 5 órát, 6 órát, vagy ilyesmi,
felkelnek délre, akkor egy húsos étkezés. A teljes étkezés az hajnal 6-kor, és a húsos, ugye, mert mind a kettő kell, mivel ünnep van, nem lehet csak teljesre átállni. Hiába sávoltkor eszünk teljes, de a húsos az nem maradhat. Arról nem beszélve Renás úr, ugye, hogy csütörtök este köszönt be sávot, és hát péntek este meg sabatkor. Meg... Jó, ebből nincs nagy különbség, mi is ünnepeltünk volna a sávolt második napja, csak egy picit szigorúbb, nem szabad hozni, vinni, nem szabad főzni, vagy ilyesmi. Szóval vannak olyanok, akik korán reggel imádkoznak, és akkor így, de hászidok nem nagyon kedveltek ezt. És nagyon érdekes a gondolat. Ne legyen az, mert azt mondja, jó, korán reggel van, imádkozok, aztán nincs feladata, megyek aludni úgy, hogy alszak ameddig. Az nem, a hászid azt mondja, az nem mindig menjen aludni, és jó, fel kell készülni a következő feladatra. Én mindig az Isten szolgája vagyunk, és nincs olyan, hogy most, én kipipáltam, most csinálok, amit akar. Ezért inkább megyek aludni, mit tudom, 4-kor, és felkelek 9-kor, és ott vagyok a... Ja, így értettem, mert azt gondoltam, hogy... Azért mindig van egy következő lépés. Ezért hászidok nem szoktak korán reggel. Ne beszélve arról, de ha azt akarunk, hogy a gyerekek tudjanak ott lenni tóraolvasásnál, akkor hát hajnal 6-kor vagy 5-kor nem lesznek ott. És ezért a hászidok, mondom, tanulnak körülbelül reggelig, sőt, van egy olyan szokás, ez egy nagyon misztikus szokás, hogy pont akkor, amikor pirkadat van, akkor elmennek a mikvében, a rituális fürdőben a férfiak, és ez egy ilyen fogadás, ezzel fogadják a napot, és aztán mennek pihenni, visszajönnek az imára. De visszatérve maga a tanulás az tényleg olyan, hogy felkérünk a közösségnek a tagjait, készüljenek egy negyed órát, 20 perces zsidó témájú, nem politika, nem zsidó témájú dolgot, segítek a felkészülésben is, ha kell, és akkor ők előadják, és nagyon élvezik, és ez nagyon szép, mert mindenki részt vesz ebben. Szóval lesz a nagy előadás a mesterséges intelligenciától tőle, és utána lesznek a közösségnek a többi tagjai. Szeretném megtudni, hogy megértettem, hogy teljes ételeket eszünk. Na de miért? Vagy ennek van valami oka? Amiért mert édes és kellemes, és a tóra is édes és kellemes. Aha. De mondjuk, persze én olyan teljes ételeket is szeretek, amik nem édesek. Milyen sós. Sósat természetesen, jobban szeretem. De mindenképp akár kellemes. Finom. Egy ilyen éjszakai tanuláson mennyien szoktak részt venni egyébként? Ó, az változó. 30-40-től 100-ig. Százember. Szóval ugye most hál' Istennek több zsinagógang van, és akkor mindenki szervez saját stílusú, saját féle tanulás. Igazság az, hogy ezen kívül van még egy tanulássávoltra. Igen. Ez pedig nappal, ezt tavaly kezdtünk, és most folytatni kell a Rut könyvét átvenni. A Rut könyvet átvenni. És ez sávolthoz kötődik? Hogyne, mert a Rut az Dávid királynak az ősanyja, Dávid királynak a járcátja, a halálozási évfordulója, az sávoltkor. Ezért van az a szokás, hogy Askenáz közösségben elolvassák a Rut könyvét. Azt hiszem, hogy az ünnep második napján, Tóra olvasás előtt, elolvassák a Rut könyvét. A legfontosabb betértek egyike Rut. Igen, és bizonyos szempontból a Rut ez egy alap, ugye benne van, hogy vállalja, a vallás vállalja, az Isten vállalja, a néped vállal mindent, és ez az alapja a betegésnek. Minden terhét és minden örömét egyaránt vállalja. Tényleg szeretnék egy kicsit visszatérni meg arra, hogy vállalni a zsidóságot az örömökben, amikor minden rendben van, akkor ez olyan túlságosan egyszerű. És lehet, hogy akkor felejtjük el jobban? Tehát akkor felejtjük el azt, hogy mi minden a feladatunk?
Tehát amikor minden szép, minden jó? Körülöttük? És akkor ugyanígy szeretnék visszakérdezni, hogy mondjuk a 70-es években New Yorkban, akkor azért ott nem mondható, hogy nagy szóresz volt, akkor ott milyenek voltak ezek a pillanatok? Hát a túrában benne van egy olyan kifejezés, három szó, Vajisman Yisrael Vajivat. A Izrael kövér lett, jól ment neki, és oda rugat az Isten, ez azt jelenti, hogy most, ami azt jelenti, ez ugye minden helyzetben van az, hogy az ember nem tudja jól kezelni, akkor annak negatív hatása is fog járni. Van az, amit Salamon király azt mondja, Oyser Shamurli Ba'alav Lera, hogy valamikor a gazdagság az tönkre teszi az embert. Ami azt jelenti, az ember, aki nem tudja kezelni a pénzt, képes belebukni. Az ember, aki nem tudja kezelni a jólét, képes belebukni. Az ember, aki nem tudja jól kezelni a córeszt, képes belebukni benne. És akkor ez mindig egy ilyen állandóan ilyen kérdés, hogy melyik a jobb. A jólétnak a córesza, a jólétnak a... vagy a córesznak a... Ez mindig egy nagy kérdés, és természetesen az embernek meg kell tanulni, kezelni. Azt jelenti, hogy én vagyok, aki vagyok, és én nekem alkalmazkodnom kell a helyzethez. Épp szoktam minden nap kiküldeni egy ilyen napi tanítást, akkor beszéltem a zászlókról. Hogyan a Tórában a zászló? Milyen jelentősége van a zászlónak? A zászló a lényege az, hogy én vagyok, aki vagyok. Tessék, az én vagyok. Én nem próbálom az lenni, én nem próbálok az lenni, én ez vagyok. És ezt a Tóra azt mondja, minden törzsnek, mindenkinek legyen zászlója. Azt jelenti, fel kell ismerni, hogy ő hova tartozik, mi a tehetsége, és utána képes a sivatagban járni, aztán a Szentföldet elfoglalni, aztán Babilóniában járni, tehát mindenképpen a zászló meglegyen. Az az ember, aki a férfi, aki próbál nő lenni, a nő, aki próbál férfi lenni, a zsidó, aki próbál nem zsidóként viselkedni, az ember elveszíti az irányt. Mindenkinek koncentrálni kell arra, az valódi ényére. Ez igaz. Szeretnék csak egy visszaugrást tenni, jólét, mondjuk gazdagság problémájára, hogy mennyire figyelek akkor saját zsidóságomra, illetve másokra. Ugye hallottam egy tanítást, hogy az egyik, aztán úgy szólt, hogy az egyik jesiva vezetőjének az ember azt mondja, paraszkodott, hogy te rabbi, hát nekem nem értem éten. Megkerestem egy csomó embert, akik jobb módban élnek, hogy támogassanak minket, de ők elkezdtek ugyanúgy paraszkodni, hogy nekik milyen rossz, támogatnának, de nekik sem egy jól, és azt mondta, hogy én ezt nem értem. És akkor úgy szólt a tanítás, hogy azt mondta neki a rabbi, hogy akkor most gyere légy szíves, nézzél ki az ablakon, mit látsz. Embereket jönni menni. Akkor gyere, nézzél bele a tükörbe, mit látsz? Azt mondja, saját magamat. Üveg, mind. Ez is üveg, az is üveg. Itt van egy ezüst réteg, és azt mondja, sajnos vannak olyanok, akiknek van egy kicsi mögöttük, vagy úgy érzik, hogy van egy kicsi, és azonnal csak magukat kezdik látni. Tényleg, hogy magukját látni, de még mindig jobb, amikor már elfelejt magára nézni. Ezt akartam még gondolni hozzá, hogy az a feladatunk, és ugye ez pontosan fontos a mostani tóraadás ünnepén is, hogy ne csak magunkat lássuk, hogy kik vannak mellettünk, akár egy zászló alatt, de sose felejtsük el magunkra nézni, mert ugyanezzen elv alapján, hogy miután tudjuk, hogy hova tartozunk, ne felejtsünk el magunkra nézni. Ez egy nagyon izgalmas gondolat, és ez nagyon izgalmas időszakot is jelent. Még a túraadásig még van időnk ezen gondolkodni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Ilyenkor szoktunk azt kívánni, hogy kívánna tudjál átvenni a túrát örömmel,
és elsajátítani. Lényegében minden évben, mintha újra vennék át a tórát. Ez ilyen hiszen mi minden évben új, erőt, újra és új lelki erőt kapunk ehhez. Újra és újra átvesszük, mert nekünk mindig ebből tanulunk el. Köszönöm szépen, és természetesen Szabad Salom, Gut Shabbat. Gut Shabbat kívánok mindenkinek.